Örülök, hogy látom, hogy itt vagy. Móniról is abban gondoltam, Móni, ugye mindig a nevét azt akarom keverni. Vasárnap is dolgozik. Láttam mindent lájkol és mindent olvas, csak nem láttam a barca. Oké, örülök, hogy itt lehetünk. Én majd széket elvekti a nyomomáról, meg hozunk ott a Tónit, hozom egy széket, akkor szuper. Mindennek megvan a helye. Mindennek megvan a helye. Már most mondom a legelején. Legyen időt gondolkodni. Szükséged van el egy olyan szuper biblia olvasó közösségre, a biblia tanulmányozásra, ami végigveszi az alapokat egészen a megváltás, megigazulás, gyógyulás, Jézus Krisztus személye, az Atya személye, a Szentlélek, Szent Szeremkeresztség, Vízkeresztség, megváltás, megigazulás, megszentelődés, és így tovább. Ami a kereszténységnek az alapjai, és ami nélkül nem lehet hívő életet élni egészségesen, és nem is lehet különbséget tenni, és nem is lehet világosságként ebben a világban járni. És ezt nagyon komolyan szeretném most, ha egy ilyet, ha kettő is elindítani, úgyhogy én most nem is engedtem meg senkinek, hogy szerdán elutazzék még azt sem. Ha elfogadod, akkor csütörtökön fogsz utazni. Ezt elfogadja. Köszönöm szépen. Erről mindig kitalálunk, és soha nem vagyunk rugalmasak, vagy nem, valamiban nem tudunk változtatni, tudom. Akkor nagyon hamar elkezdjük, és nem fejezzük be. És Isten azt szeretné, hogy elkezdi bennünk a jót, az be is fejezzük. És szeretnénk majd ma végén ezt, aki még nem jelentkezett, akkor elmondani, hogy lesz, de már akikkel beszéltem az elején. De akkor most először is az Efézus levélből szeretném nektek felolvasni a 3. rész 20. vers. Nem néztem meg fordításokat, de biztos nem, hogy fordítások vannak még. Biztos vagyok benne, de a Károlyt is szeretem. Még mindig. És megtek azt a viccet, amit a baptista bácsi mondott, hogy a pálapostónak jó volt a Károly, akkor nekünk is jó lesz. Nem mindenki bír Bibliát váltani. Én is ilyen vagyok. De olvasok más fordításokat. De most nem volt, ezt nem néztem meg, de a lényeg az, hogy 3:20. Efézus beléjeklődik, legyen 3:20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mit kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség, az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökben örökké. Amen. Tehát ugye most nagyon sok mindent kérünk. Én is nagyon sok mindent kérek. És akarok úgy maradni, hogy Pál mondja, hogy nem szűnni meg imádkozni. És nagyon jó ezeket látni, hogy Isten meg is hallgatja, és meg is fogja hallgatni. De van itt még egy plusz ígéret, hogy még afelett is Isten mindent bőséggel megcselekszik, mint amit tudnánk kérni, vagy csak akár elgondolni. Nagyon fontos, hogy kérjünk, mert ezt tudjuk, hogy egy rend és Istennel való kapcsolatunknak és a munkának az alapja, hogy őt meghívjuk, hogy segítsen nekünk, és kérjük, hogy Uram, jöjj! Itt és itt szükségem van rád. És ki is kell fejezni, hogy mi az, amiben várunk rá. De azt mondja itt a Biblia, hogy még azon kívül, és ez nekem most nagyon tetszik, feljebb annál, hogy nem mind kérjük. Egyébként a Szent Szellemmel való betöltekedés után nyelveken szóló sima valahogy erről szól, hogy amit nem tudnánk kérni, akkor a Szent Szellem fohászkodik. Vagy kigondolni. Értelem gyümölcstelen. Amikor az értelem áll gyümölcstelen. És egyébként nem is áll távol ettől az igétől a Szent Szellemről szóló, igen, mert azt mondja, hogy Isten mindeneket megcselekedhetik. Mindeneket. Na mondjuk együtt. Mindeneket. És hogyan? Véghetetlen bőséggel. Mit mond az új fordítás? Bőségesen. Feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. De még amikor feljebb cselekszik, mint hogy kérjük, az sem rajtunk kívül cselekszik.
Még az is egy fontos dolog. Hanem azt is rajtunk keresztül cselekszik. Csak nem a szavainkon keresztül, hanem a bennünk munkálkodó erőnk keresztül. És ez nagyon jó, hogy kérhetünk, és nagyon jó, hogy Szent Szellemmel betöltekezhetünk. És Isten ezt aztán hogy hozza össze, most ezt kutathatnám, de most nem tudnám megmondani. De megcselekszi. Használja bennünk munkálkodó Szent Szellemnek az erejét, kijelentését, gazdagságát, és használja egyébként a kéréseinket is. És ezért Istennek legyen ma is dicsőség, hol? Az egyházban, a Krisztus Jézusban. Tehát, ha Krisztus Jézusban vagyok, akkor az egyházban van a helyen. Ámen? Az egyházban vagyok, akkor pedig legyek Krisztus Jézusban. És ez így kell, hogy menjen nemzetségről nemzetségre. Örökkön, örökké. Ámen. Imádkozzunk, jó? Kérlek, hogy álljunk fel, és Istennek ezt az erejét, azt a Szent Szellemnek ezt a gazdagságát, hűségét meg tudjuk ma is tapasztalni. Amen. És emellett, ha van mi makérősünk, akkor tudjunk imádkozni, és így járuljunk az egyházban, a Krisztus Jézusban. Köszönjük, Uram, hogy járulhatunk a Kegyelem Király székéhez. Köszönjük ezeket az időket. Köszönjük, hogy munkálkodsz. És köszönjük, hogy sok mindenre nem is gondolunk, és nem is kérjük, de az Isten szellem által, aki bennünk munkálkodik, a te erőd szerint, az ő vigasztalása, tanítása, vezetése, kijelentése, profétikus megjelenése által. Köszönjük, Uram, hogy a nyelveken szólás, a nyelvek magyarázása, és még sok-sok dolog által felette munkálkodsz, ami gondolatainknak, ami elképzeléseinknek is. Hiszünk abban, hogy mindent meg tudsz cselekedni. Véghetetlen bőséggel. Hiszünk abban, hogy az egyház az él. Mert köszönjük, hogy te vagy a feje. És köszönjük, hogy ragaszkodjatok a főhöz, ahogy meg van írva. És ma is, Uram, így akarunk imádkozni, és így akarunk járulni hozzá ezzel a bizonyossággal. Így akarunk elég járulni. Köszönjük a bennünk munkálkodó erődet. Köszönjük a bennünk munkálkodó kijelentésedet. Köszönjük a bennünk munkálkodó ajándékaidat. És köszönjük a bennünk munkálkodó karizmákat, és köszönjük a bennünk munkálkodó személyedet, Szent Szellem, köszönjük a vigasztaló, bátorító jelenlétedet, köszönjük a vigasztaló, bátorító, tanító, felemelő szavadat, köszönjük, hogy az a személy vagy, aki Jézus Krisztust urrá teszed, és felmagasztalod, és az övéből veszel, és megjelented azokat nekünk. Így akarunk ma is, Uram, ebben a közösségben, az egyházban együtt lenni. Köszönjük a nemzetségeket, köszönjük a népeket, a nemzedékeket. Akarjuk, Uram, hogy valóság legyen, te visszajöveteledik mindaz, amit te elgondoltál. Köszönjük, hogy a néped lehetünk, legelőnek a jóhely lehetünk. Legyen ma, Uram, felemelve, és azon megírva, hogy méltó a bárány, a megöletett bárány. De legyen dicsőséget, tisztességet, hódulatot, erőt, imádást és áldást. És a báránynak és a királyi széken ülőnek és az atyának legyen dicsőség. És a hét szellemnek ott a trón előtt, örökön, örökké. És mondják ott az angyalok, és mondják ott a mennyei lények, hogy ámen és ámen. Köszönjük, Uram, neked ezt a mai közösséget, legyen ez áldott a Jézus Krisztus nevében. Ámen. Halleluja. Csodálatos a mi Istenünk. Ámen. Tényleg csodálatos. Csodálatos. Azt mondja az ige, hogy boldogok vagyunk. És azért vagyunk boldogok, mert nem látunk és hiszünk. És ezért legyél boldog te is, hogy nem látsz, mert Isten mindig a nem látható dolgokból hívja elő a látható dolgokat. Azt mondja, hogy a láthatatlanokból álltak elő. És ma is bátran szóljál azoknak a dolgoknak Krisztusban, amiket még nem látsz, de hiszed és tudod, hogy ott van megvan a Krisztusban. És bátran bízzál az Úrban, hogy azok elő fognak jönni. El kell menni egy pár dolog miatt Stuttgartba, és az éven is megyek. De valami ugyanaz. Például a dicsőítés, Isten szelleme. Egyszerűen. Ma megnéztem a dicsőítést. Ugyanaz. Egy két prédikációt meg szoktam hallgatni. Ugyanaz. És ez szuper. És én hiszem azt, hogy Isten minden ajándékot
megad az egyházban, amire szükség van, és használja is őket. És azért ugyanaz. Amen? Nem azért a szépségünk miatt, vagy a jámborságunk miatt, vagy nem csupán a mi odaszállásunk miatt, hanem Isten elhelyezi az ajándékokat. És ezért kell látni magunkat, és látni egymást Isten ajándékának. És hogy olvastuk, hogy mondtuk nem régen, az ajándékhoz megadja a kegyelmet. És azt mondja, hogy az ige, hogy szükségünk van a másik ajándékára is, hogy a mások kegyelméből is tudjunk részesedni. És ezek a kegyelmek a nekünk való és a másiknak való, ez együtt hozza létre azt a csodát, amit Isten a gyülekezetekben munkál. És ez így szuper is, ez így nagyon jó. Úgyhogy én ezt tapasztaltam ma is a dicsőítésben. Egyszerűen Isten jelenléte van itt. És kell, hogy ezt tudjad. Isten ajándékai vannak ebben a gyülekezetben, kell, hogy ezt lássad. Kell, hogy egymást támogassuk az ajándékainkban, és együtt tudjunk szolgálni. És Isten pedig használja ezeket az ajándékokat. Ő adott, és ő adta, és ő adja hozzá a kegyelmet is. És ez így kell, hogy működjön és munkálkodjon. És ez így is van. Itt Miskolcon is. Hiszed ezt? Oké. Egy pár dolgot szeretnék elmondani, mert Sanyinak átadom a szót, ami egy két aktualitás. Beléptem egy párat, tehát nem mindegyiken megyek végig. A szerdán ugye a gyógyulás témájában volt a közös házi csoport. Hadd mondjam nektek, hogy nagyon számítok át továbbra is, hogy ugye a hónap minden első szerdáján, ami május, ha nem a következő. Segítsetek, nem volt, mert megkeresik más eső szerdája. Amikor megint együtt leszünk, negyedike. És én hiszem azt, hogy Isten fogja használni ezeket, amikor erről beszélünk, ezért imádkozunk. Ezt a témát hordozzuk Istennek, ezt a számunkra adott lehetőségét a kereszt által komolyan veszük és ki is lépünk ebben. És ebben nem kell szégyelni magunkat, hanem ez Isten akarata és ajándéka, hogy mi azzal foglalkozunk, amit ő nekünk ajándékozott, és azokkal foglalkozunk, amik az Atyának a dolgai. És ez is az Atyának a dolgai és titka. Most szerdán arról volt szó, hogy a magyarban üdvösségnek fordított szó, az sok mindent jelent, de összefoglaló szóval olyasmit jelent, hogy megmenekülés. És ez jelenti a bűnökből való megmenekülést, de láttátok, hogy hallottátok, ott voltatok, hogy ugyanezt a szót használja akkor, amikor a démonizált meggyógyult, megmenekült, amikor a halott feltámadt, megmenekült, amikor a betegek meggyógyultak, megmenekültek. Istennek ez az üdvözítő, megmenekítő terve, igaz a bűnökre, igaz az emberi szellemre, igaz az emberi testre, és minden többet szeretnénk ebből átélni, mert Jézus Krisztusnak, ami a kereszten el lett végezve, amit a múlt héten fájdalmak férfi, a betegség ismerője témában hallottunk, meg olvastunk, az azért van elkészítve, hogy abban nekünk megmenekülés legyen. Azért van elkészítve, hogy azokból fakadóan, azokból a valóságos tényekből, amik kereszten történt, menekülés, megmenekülés, szabadulás legyen az ember számára. Már itt a Földön is. És szeretnénk, hogyha ez működne, annál is inkább, mert olvastuk szerdán is, hogy a gyógyulások, megmenekülések történtek, démonizáltak, megszabadultak, Istennek dicsőséget adtak. És egyszerűen akár Sántánál, az Ékes kapunával, egyébként más helyeken is Istennek dicsőséget adtak. Úgyhogy fogjuk ezt folytatni, és a szívemben van ez, és megint tisztáztuk, hogy ne legyen félreértés. Nem azok vagyunk, akik rácsütnénk bármit is, ha éppen ma még nem gyógyult el meg. Vagy ma addig fogunk parancsolni, hogy valakinek haza nem engedjük, amíg nem ezek vagyunk. De nem akarjuk szégyelni azt sem, amikor sikertelenek vagyunk, de azt sem, hogy Jézus Krisztus mit készített el. Egyiket sem kell szégyelni. Hiszitek ezt? És mi szeretnénk ebben így tovább menni. És hiszem, hogy ez fog növekedni. Hiszem, hogy elindult az év elejétől, és most már áprilisnál járunk, ez fog növekedni. És itt fogunk imádkozni továbbra is betegekért, szabadulásokért, gyógyulásokért. És nem szégyeljük azt az evangéliumot. Nem szégyeljük Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Mert Istennek hatalma ez. Minden üdvözölő számára. Megtartó ereje ez. Úgyhogy ebbe szeretnénk tényleg hitnek az emberei lenni, és azt mondja a Biblia, hogy a hit pedig a nem látott, a remélet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról meggyőződés.
És ezt hallottuk még a végén a tanításnak, hogy egyszerűen Isten igéje alapján reménységet kell kelteni, hogy van számodra is megmenekülés. És amikor az a reménység felfakad, ez a hitnek, a hitben való cselekvésnek ad egy utat. Mert amíg nem hallasz arról, hogy mi történhet veled, hogy nem tudsz benne hinni, amikor meghallod, hogy van reménységet, és Isten ad egy igét, akkor a hited meg tud mozdulni arra, és a hit pedig a reménynek dolgoknak a valósága. És egyszerűen reménységet kell kelteni. Mi szeretnénk ezt a gyülekezetet, ugye, vagy olyan gyülekezetet látni. Az embereknek reménysége van arra, hogy az életük megváltozott. Reménysége van arra, hogy meggyógyulhatnak. Reménységük van arra, hogy Isten meg tudja a helyzetüket változtatni. Ha imádkozunk, ha odaszálljuk magunkat, reménység támad arra, hogy a dolgok meg tudnak mozdulni, meg tudnak fordulni. És amikor ezt a reménységet hirdetjük, és így segítünk egymásnak, és így keresünk az Urat, akkor fel fog fakadni az a hit, amivel bele tudunk kapaszkodni mindabban, ami a kereszten megtörtént. És ez a mi dolgunk, hogy ezt így tegyük ebben a gyülekezetben. És ebben van egy rizikó, ebben van egy felvállalás, ebben lehet egy megmérettetés, de ezt a rizikót ezzel együtt kell felvállalni. Ha ezt a rizikót, ezt a kockázatot nem tesszük bele, akkor nem tud a hit működni. Hiszed ezt? És ez nagyon jó. És erről beszéltem már a feszültségről, hogy ez csípem. Tehát ez volt szerdán. És most jön az a hét, a második, mindig a második, amikor ima alkalom és vezetői alkalom lenne, de ne felejtsétek, hogy most nem lesz, hanem ez a kéthetes turnus eltolódik egyel, és ezért nem most pénteken találkozunk, sem az imán, sem a munkatársunk, hanem majd április 22-én, és akkor 6 órakor az irodában. Ha már itt járunk, szerdán pedig 17:30-tól indul az önképű biblioiskola. Ha egyszer sem jártál még végig szisztematikusan Isten igébe, rád vonatkozó tanításokat a megtéréstől egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig. Ha nem vagy ebben biztos, szeretnél együtt Bibliát olvasni, vagy most értél meg, nem létre, vagy mi be sem vagy merítkezve, vagy megtértél, de nem kaptál egy tanítást, feltétlenül fontos, hogy ebbe növekedjél. Mert azt mondja a Biblia, hogy tanítványokká kell tennünk minden népeket, tanítsuk arra, és fontos, hogy ebben legyen, amikor én megtértem, ezeket én faltam, én százszor átolvastam ezeket a tanításokat, százszor megnéztem, százszor kikerestem az igét, százszor megnéztem minden szabályt, mert tudtam, hogy így van, szerettem volna végére járni, szerettem volna biztos lenni. Ha megkérdeznek, azt mondja a Biblia, tudni kell választ adni az embereknek a bennünk levő reménységről. És ebből tudni kell úgy választani, hogy ez tiszta legyen, egyszerű legyen, de ne bizonytalanságból, ne káoszból legyen, hanem amit tudunk csak, hogy felnőjünk folyamatosan, hogy megválaszoljuk bennünk levő reménységgel kapcsolatos dolgokat, és fontos, hogy rend legyen bennünk, és mi szeretnénk ebben segíteni, szívünkön van ez, és vagytok többen így, úgyhogy szerdán 17:30-kor így köszöntjük a két fiatalembert, akik most eljöttetek másodszor, titeket is meghívtalak, gyertek el szerdán, ha keresők vagytok, akkor is jó, elindulunk a legelejétől, bármit hazaviszel, az már jó lesz neked, gyertek el, ott, amit láttátok a táblát, szerda 17:30, így fogunk imádkozni mindjárt a bereti házasulandó párért, akik most mennek vissza 2 hónapban Németországba, de aztán ha minden igaz, jöztök vissza, Isten akart legyen meg az életetekben, és ti is gyertek el szerdán, hogy megbeszéltünk, örülünk Katikának, mert a Mugi misszió is folytatódik jövő szombaton, 2-től szalonnasütés lesz, Mugiban is. Tessék? Plusz biblió lesz szalonnasütés. Hú, bocsánat, itt lemaradtam. Csak a zsíros kenyére állít az Úr. Gondolom, akik ott voltak a múlt alkalmon, meg akik nem voltak ott, azok is ott lesznek. Amen. És vagytok Ilike, itt van Tünde, ugye? Mónikát most nem találom, de őt is meg fogom keresni, mert ő is olyan Isten élménye van, olyan szabadulás, egy gyógyulása van, hogy erre fel kell építeni egy életet. Erre fel kell építeni egy életet. És így tovább. Úgyhogy jövő héten szerdán találkozunk 17:30-kor az irodában az önképzőn, a házi csoportok pedig mennek a maguk rendjében, és akkor pénteken nem találkozunk, hanem 22-én lesz az ima alkalom, meg a szolgáló is. Ami eszembe volt, ma is szeretnék kérni egy segítséget, de nem kihasználva, vagy nem képmutatóan, de tényleg szeretnék megköszönni minden szolgálatkészségeteket, ami volt az elmúlt időszakban. A húsvéti videótól kezdve az emberek gondozásán át, az adakozások, itt, amit a berek, vagy bármi. Tehát egyszerűen azt tapasztalom, azért tudok most erről beszélni, hogy én vagyok a felvezető, és azt tapasztalom, hogy Isten nem csak engem változtat meg, és én vállalom, hanem
együtt minket is. Hogy elvittetek a kárjukat anyukának a temetésére, vagy bármi. Ez úr, szántátok magatokat, és ez nekem nagyon jó, egy nagyon bátorító. Most például az elmúlt két tanításból összevágott Nyesti Péter egy 5 percet a liberális teológiáról. Már arra készül, ezt is feltesszük 5 percbe. És lehet, hogy van egy újabb videó. De már most készülünk a gyerek napig kapcsolatosra is. És amit letettetek, amit szolgáltok, eljöztök ima alkalmak, amit csak szíveteken van, tesztek egymásért, de nagyon szépen köszönöm, mert látom, hogy ez a szolgálatkészség megvan. És ez szuper és fantasztikus. És szeretnék most hirdetni egy olyan dolgot, ami az Isten tiszteletekkel kapcsolatos, a minőségével, a hangfelvételekkel, hogy Illés nagyon életté vált a dobolásban, látjátok. És hát fizikai ereje is megjött. A szerven is jön. És fogunk ide egy plexi falat venni, amit láttatok már a koncerteken. Ami körülbelül 200.000 forint lesz. És én úgy jött vele, hogy az az én ötletem, vagy tervem, hogy a felét kifizet egy gyülekezet, a felét pedig így pluszban megpróbáljuk összerakozni. Nem kötelező, és nem visszajövő a szolgáltatásokat, abszolút nem. De hiszem azt, hogy ez most Istennek alatta így, hogy ezt a 200.000 forintot ki tudjuk fizetni. Ezt jövő héten elindítjuk, és a szíveden lesz, és szereted a dicsőítést. A hangerőkben néha bántóan, és mi is küzdünk ezzel őszintén, akkor lehet majd ebbe segíteni. Nem kötelező természetesen, de lesz egy ilyen adokozás még a plexi falra. Jó. Mit szerettem volna még elmondani, és át is adom a szót. Fogunk imádkozni értetek, BC-ek. Ugye mondtam nektek, hogy a Henny, ő annak idején a Bereti misszióban, a 10 éve ott volt, mint gyermek, ugye ott voltál? Most pedig már itt vagytok, hogy házasság, meg egyesség, és be fogtok számolni, de úgyis ezt tök vissza két hónap múlva. Értetek, fogunk még imádkozni. Még annyit hagyom, hogy ha valaki nem tud részt venni az önképzőben, mindig elmentek Németországba, bármikor belecsatlakozni. Tényleg az első nem tudsz ott lenni, jöhetsz másodikra is, tehát nincsenek ilyen szabályok. De fontos, hogy végig tudjuk ezt csinálni. Jó? Én magammal kapcsolatban még annyi, hogy én továbbra is azt látom, hogy nekem egy nagyon jó forrás a stuttgarti csapat, és csak mennyit el fogom küldeni az elmúlt negyed évünknek a élményeit, tapasztalatait, a vezetőkről, az vezetőségek, az ima alkalmakról, a videókról, az evangéliumról, rólatok, a szolgáltatásról, hogy fontosnak látom, hogy tájékoztassam minket, és nyáron persze készülünk, és nyáron megkészülünk a táborra, hol vagy Babi, itt vagy, aki még nem tette meg, akkor még mindig lehet jelentkezni táborra, július végére szól a tábor. Jó, úgyhogy most el fog menni még egy levél így Németországban, megint egy negyed év után, Isten használja ezt a kapcsolatot. Jó, akkor Béci, felálltok ott a helyeteken? Köszönjük Uram neked őket, ne várjuk őket itt a Németország útjuk előtt. Kérjük téged, amit ők elvintettek a szívükbe, a feléd való csatlakozásról, a bemerítés, a házasság, a veled való élet. Ebben a két hónapban vezessd őket ott Németországban, továbbra is áld meg, Uram. Köszönjük, hogy van gyümölcs az evangélium hirdetésének 10 év után is. Köszönjük, hogy vannak felnövő fiatalok, ifjú felnőttek, akik ott voltak gyerekkorban, egy faluban, egy kultúrházban. És köszönjük, hogy te áldottál veszed, Uram, a te igédet minden helyen. Köszönjük az ő kapcsolatukat, köszönjük azt a jegyességet, amit ők felvállalnak, és azt a vágyat, hogy téged kövessenek, Uram, áld meg őket. Legyen áldott az útjuk jövő hétvégén, vagy amikor mennek Németországba, az ottani két hónapjuk is vezessd őket, hogy valóban úgy legyen az, ahogy mondja az igét, hogy tudjuk, hogy a mi életünk az pára, és kell, hogy rád bízzuk, és téged keressünk, és hogy valóban Isten szerint való módon költöznek majd ez a két hónap múlva, akkor áld meg őket itt Magyarországon is, a munkában, a családalapításban, a bevételekben, a te jó akaratodban, a Jézus Krisztus nevében. Legyenek áldottak a Beretiek, azok a Bereti gyerekek rajtatok keresztül is, az a Bereti nép, aki hallotta, legyen egy jó példa ott a vidéken, a mezőn, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaltok helyet, és imádkozunk Katikáért, imádkozunk a Móhi szombatért, imádkozunk azért a közösségért, azért az alkalomért, hogy valóban folytatódjon az a jó, ami elindult két hete ott, abban a kultúrházban, csak van a faluban. És Uram, köszönöm neked őt, legyen ő áldott,
vezessék továbbra is. Kedvét Uram, fényé, világosságá, sóvá. Kent fel és emelt fel. Köszönjük Uram az ő életét, hogy megszólított el ezekben a napokban. Hálát adunk ezért. És én hálát adok minden szolgálatkészségért, és minden odaszállásért, amit az elmúlt hónapokban látunk. Mindazért a jóért, amit mutatsz. És kérünk téged, hogy tudjuk ezt folytatni, tudjunk ebben kitartóak lenni, és Uram ajándékozzál meg a te gazdagságod szerint, a te terveid szerint, Uram. Egy olyan munkával, egy olyan folytatással, ami jól indult, és tudjon ez jól folytatódni. És köszönöm neked az életünket, hogy megragadtál, hogy elhívtál, hogy bízhatunk benned, és egymásban is bízhatunk, Uram. Nézhetünk egymásra valóban úgy, hogy együtt munkálkodunk. Nézhetünk egymásra úgy, hogy egy testben vagyunk. Nézhetünk egymásra úgy, hogy egymásnak a tagjai vagyunk. Köszönjük, hogy nézhetjük egymást úgy, hogy szükségesek nekünk ezek a kapcsolatok. És tisztességgel illettetik minden tag, sőt a legkisebb, a legnagyobb tisztességgel. Isten országa más, mint ez a világ, és mi nem akarjuk a világ szerint építeni az életünket, hanem ez a gyülekezet is Isten országa, és itt is működjenek azok a törvényszerűségek, az a rend, és működjen az a hatalom, ami Jézus Krisztus által a miénk is lett. Így imádkozunk még a néken Erzsikéért, Uram. Nem mondunk le róla, hanem azt mondjuk, Uram, hogy nyújts ki a te kezed az ő életére, jelekre és csodákra, legyen ő a Jézus nevében áldott, és hogy megmenekült az ő szelleme, úgy meneküljön meg az ő teste a Jézus Krisztus nevében. Köszönjük ezeket a napokat. Amen. A teljes írás tetőled ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és köszönjük neked, hogy élő beszédek jönnek fentről a mennyekből. Hálát adunk neked, hogy ma is szólsz a gyülekezethez, és ehhez a gyülekezethez is, hogy felépüljünk, és tudjunk örökséget venni, és tudjunk gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre, és hálát adok Uram a rémáért, a jelentett szavakért, és imádkozom, hogy eleven is meg ezeket a beszédeket, és töltsél be, Uram, és lehessek a te csatornád, a te neved dicsőségére. Amen. Tegnap voltunk vezetőségén Poroszlón, és egy nagyon áldott közösséget éltünk meg, több része volt ennek, beszámolók mellett egymásért imádkoztunk is, és úgy fejeztük be ezt az alkalmat, hogy úgy imádkoztunk egymásért, hogy profétáltunk is egymás felé. És megint megtapasztaltam azt, hogy milyen fantasztikus az, amikor Isten szól az emberhez személyesen. És ez a vágyom, hogy ezt megtegye itt ma is veled, és hozzád szóljon élő beszédeket. Olyanokat, amikre neked szükséged van, illetve arra indított Ézsaiás könyvének a, most tudom, hagyadik igéje jutott eszembe, ahogy fölkeltem ma reggel, és eszembe jutott a tegnapi élmény. Nem ismertük egymást, hogy ilyen szinten. Nekem a Henderson-ból profétált, és nem tudja, hogy annyira behatóan nem ismeri az életemet. De mégis annyira telibe találta, azt a szót kapta, hogy látó, de nem ilyen jövendőbeli dolgokat meglátó, profétai ajándékot látott, hanem olyan folyamatoknak a végeredményeket látó profétai dolgot látott, és hát tapasztalatból tudom, hogy itt mondtam is a többieknek, hogy volt olyan időszak az életemnek, amikor ebből az ajándékból szólva kaptam olyan szemrehányást, hogy miért mondok én ilyeneket valakinek. És a legdurvább megfogalmazás ez az volt, hogy miért mondok én átkodni valakinek az életét. Pedig csak azt bátorkodtam mondani, hogyha ezen az úton jársz, akkor oda jutsz. Meglátom a végét annak az útnak, amin jársz. És nem tehetsz róla, de hogyha nem változtatsz rajta, azért tehetsz, hogy változtass.
de hogyha nem változtatsz róla, nem tehetek róla, ez lesz. És lehet ezt látni. És van prófétai beszéde Istennek, és van prófétai ajándék is, ahogy a felvezetésben is többször szóba jött, és rá utaltak itt a testvérek, hogy van ennek nagyon-nagyon fontos helye és szerep az egyházban, és azt mondja, de az Úr szolgájáról beszél egyébként, négy ilyen dal van, amit Ézsaiás elmond a 28. részben, de az 50. részben is. És az 50. résszel szeretném úgy, hogy kezdenénk, az 4. vers ezt az igét hozta föl a Szentlélek. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tehát Ézsaiás 50 és a 4. vers, 50. rész, 4. vers. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ez egy messiási profécia is, mert az Úr szolgája, azaz Ebed Adonai, az maga Jézus Krisztus. És róla szólnak ezek a proféciák is. És ő az, aki tanítványa volt az Atyának és a Szentléleknek, és ő az, aki mintája a tanítványságnak, és annak a profétai szolgálatnak is lehet a szolgálati ajándék, vagy lehet a profétálás, mint kegyelmi ajándék, annak a használatában is Jézus Krisztus minta volt és példa volt. És azt látom egyébként az utóbbi éveket, hogyha megnézem, ez a két dolog az, amiben látom a kitörési pontot és a lehetőségét annak, hogy a természet fölötti bejöjjön és megmutassa Isten a hatalmát. Az egyik a gyógyulásban nyilvánul meg, de hát tudjuk, hogy azt is a Szentlélek végzi, de a másik a prófétai beszéd, a prófétai szó. És ezek mind az igéből származnak, és az igéről mondja azt Péter apostol, hogy egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, hanem mindig Isten szelleme által szóltak az Istennek a szent emberei. Ez a 2 Péter 1.19-ben van megírva, és előtte mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd. Amíg világosság nem támad, és hajnal csillag kell fel a szívetekbe, és világosság nem támad. Lehet, hogy majd elolvassuk, de ami a lényeg, hogy ez a prófétai beszéd tud világosságot gyújtani az embereknek a szívében, és tud, itt ahogy a profécia is mondja, megerősíteni, és ez nem ilyen lelki beszéd, nem pszichikai beszéd, nem ilyen rábeszélés, hanem Istenből való szó. És tudjuk, hogy amit Isten szól, az élet és szellem. Amikor egy valakit meg kell vigasztalni, aki mondjuk elveszítette a gyerekét, azt nem, mindenki érzi, hogy ez nem lehet emberi, pszichikai módon. Annyira üresek a szavak, annyira semmi, minden szó. Ez csak olyan szavakkal lehet megtenni, amik Isten szájából származnak. Mert azok hordoznak olyan reménységet és olyan életet, amik valódi vigaszt tudnak adni. És valódi megerősítést tudnak adni az ember szívének. És ahogy a fizikai testünknek szüksége van ételre és italra, ugyanúgy a szívünknek is szüksége van életre. És ahogy ma érinteltük, hogy a szív tud szomjas lenni, és tud, és hol mondja Zsoltár, hogy kenyér által, kenyérrel és borral erősítetik meg a test. Mindegy, lehet, hogy eszünkbe fog jutni. És meg kell erősítse
az ember a szívét, mert egyébként érzi, hogy semmi értelme az életének, érzi, hogy egy nagy hiábavalóság, egy nagy fölösleges időpazarlás az embernek az élete. Csak a szenvedés miatt, csak a nyomorúságok miatt, csak a harcok miatt nem érdemes élni. Mert nem látja, hogy mi van a harcok mögött. Nem látja, hogy mi van, mi a célja az életének. És hogyha kapcsolódhatok itt az elmúlt heteknek a kijelentéseihez, nem csak Jézus Krisztus kényszerítette a tanítványokat arra, hogy szálljanak csónakba és menjenek a túlsó partra, hanem például a Szentlélek is egy ilyen módon vitte Jézus Krisztust a pusztába. Például a Lukács evangéliumához, hogyha lapoztok, és ez az ige jut eszembe, hogy vannak helyzetek, és van egy kapcsolat, amit nem lehet kikerülni. Nem lehet kikerülni azt, hogy megtapasztalja az ember a Szentléleknek a teljességét, az erejét, a hatalmát. És szükségünk van a Szentléleknek az erejére. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy mikor Jézus Krisztus bemerítkezett, akkor rászállt a Szentlélek galamb formájára. Sziasztok! Ugye olvassuk a szólt is az Atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm ezt. Hogyha egy pillanatra... Igen, és rászállt Lukács 3.22, és szállt őre a Szentlélek testi ábrázatban, vagyis testi formában, mint egy galamb, és szózat lett a mennyből ezt mondván, te vagy az amaz én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Most az Ézsaiásra gondolok, rímel teljesen, azt mondja, így kezdi az Ézsaiás 4-szer azt a dalt, ami le van írva a könyvében, profécia formájában, hogy íme az én szolgám. Íme az én szolgám. És itt pedig az Atya szól a mennyből, és azt mondja, hogy íme az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Majd megnézzük az Ézsaiásnál is, de nem akarok jobbra-balra kapkodni. A negyedik rész első vers, Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és viteték a Szentlélektől, a Szent Szellemtől a pusztába. Ez a viteték, ez nagyon-nagyon hasonlít ahhoz a kifejezéshez, és nagyon közel áll ahhoz, az erős, ellentmondás nem tűrő, választási lehetőséget nem hagyó utasításhoz, mint amit Jézus mondott a tanítványoknak, mikor azt mondta, hogy szálljatok csónakba, és menjetek át a túlsó partra, és kényszerítette őket. A Szentlélek is vitte, megragadta, és vitte Jézus Krisztust a pusztába. Ott szembe került a sátánnal, megkísértetett, 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, és azt mondja a 14. vers, Jézus pedig megtért a Szentléleknek az erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. A Szentlélek erejét kellett megtapasztalni Jézus Krisztusnak, és rögtön, ahogy bement ezután, rögtön, ahogy bement Názáretbe, 16. vers, ahol felnevelkedett, amit felolvasott Ézsaiás proféta könyvéből, a 61. részből, 18. vers, ezzel kezdte a programbeszédét, hogy az Úrnak a szelleme van én rajta. És felsorolja azt azokat a célokat, azokat a dolgokat, amiket Isten elküldte. És ma az egyház ugyan ebben a szolgálatban áll. Ma te és engem
téged és engem Isten ugyan erre hívott el. És ha szeretnénk azt, hogy meglássuk embereknek a szabadulását, gyógyulását, megtérését, megvigasztalódását, megerősítését, felépülését, tehát itt a, nem csak abban van szerepe a Szentléleknek, hogy valaki megtapasztalja Istennek a jelenlétét és megtérjen, vagy megszabaduljon a démonoktól, ez addig nem záródik be, a szellemnek a szolgálata nem záródik le, addig, amíg el nem megyünk Istenhez, az Atyához. Mert az egyház felépülésében, az egyház vezetésében, a mindenben, egy prédikációban való felkészülésben, vagy egy imádkozásban, amit te imádkozol az Atyád fiáért, nem lehet kihagyni a Szentlélekkel való közösséget, és azt a kijelentést, amit ő ad az egyháznak. Nem lehet. És ettől lesz élő, és mondjuk így, hogy profétikus egy igehirdetés, profétikus egy imaalkalom, profétikus egy beszélgetés telefonon valakivel, vagy bármi, amit amire téged Isten szelleme indít. Mert Jézus Krisztus végig, azt mondja az Atyám, ugye már sokszor olvastuk, de hogy az Isten volt ő vele. Ugye? Tehát mindent Jézus Krisztus, egyszer mondtam nektek, hogy nem magától csinált ezeket a dolgokat, hanem mindent. Az Atyám 10:38. A názáreti Jézust. 37. verset olvasunk, hogy érthetőbb legyen. Ti ismeritek azt a dolgot, amely lett az egész Judeában, Galileától kezdve, azután a keresség után, amelyet János prédikált. A názáreti Jézus hogyan kente fel őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, aki széjjel járt jótévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Hogyan volt Isten Jézus Krisztussal? A Szentlélek által. Hogyan töltekezett be Jézus Krisztus a Szentlélekkel? Rászállt és teljesen betöltötte a Szentlélek. De még a Szentlélekben meg is erősödött a kísértésekben. Tehát amikor te a harcaidban meg fogod tapasztalni a Szentléleknek a támogatását, akkor nem ugyanolyan kapcsolatod marad vele, hanem az erős szellem, ahogy Dávid mondja, hogy az erős szellemet újítsd meg bennem, és ne vess el a te orcád elől, az erős szellem akkor tud létrejönni egy emberben, mikor kipróbáltatik, mikor megerősödik. Akik ilyen fémipari dolgokban járatosak, azok tudják, hogy edzeni lehet az acélt. Tehát olyan kemény lesz, hogy nem lehet kifúrni. Fel kell hevíteni, utána hirtelen le kell hűteni, belenyomni vízbe. Megint fölhevíted, megint bele nyomod vízbe. És ez a hirtelen, tehát ezek a változások olyan edzetté teszik az acélt, hogy nagyon kemény lesz. És az ember is valahogy így próbáltatik ki, hogy beviszi Istennek a szelleme, és megtanulod azt, hogy hogyan tudsz győzni a Szentlélekkel való közösségeddel, és az igével, amikor tele van az ember. Egy másik fontos dolog, hogy a profétáknál, most Jánosnál olvastuk egyszer házicsoportban nemrég, hogy Jánosnál azt kérte Isten, hogy vegye azt a tekercset, azokat a proféciákat, és úgy, ahogy van, egye meg. Ez kétszer is van, és a Jelenések könyvében is van. Azt mondta János apostolnak is Isten, hogy vedd ezt a tekercset, és edd meg. Először Jeremiásnál, utána Jánosnál, bocsánat, rosszul mondtam. Igen, Jeremiásnak mondta először. Tehát edd meg. És ezt tudod mi? Ez az, amire hívunk titeket. Hogy az Istennek az igéjét, az Istennek a beszédét megérteni, megismerni, megenni az Istennek a beszédét. Azt mondta, hogy tartsd jól a te belső részeidet.
fantasztikus dolog, mikor megeszed, és még nem is tudod, hogy mi lesz belőle, vagy hogy most te tudod, hogy abban a szelet kenyérben, vagy abban a salátában, vagy abban a körtében, vagy nem tudom miben, hogy milyen alkotóelemek mit jelentenek a te testednek, hogy melyik hova fog beépülni, és melyik mire lesz jó. Melyik idézi azt elő, hogy így csillogjon a szemed? Vagy a csokoládé? Tapasztalatod. Vannak olyan alkotóelemek, amik különböző részeire van. A Szabi erről többet tudna mondani. És az Istennek a beszéde is ilyen. És a Szentlélek az, aki bennünk dolgozik és munkálkodik, és beépíti az életünknek a különböző területeibe, és a szellemi testünk, a szellemi életünknek a különböző területeibe, és ettől leszel egészséges ember. És az egészséges ember az tetre kész, az keresi azt, hogy hol lehetne hasznos, hol lehetne alkalmas, és Isten tud, azt mondja az Ézsaiás visszatérve, hogy mint a tanítvány tud olyan beszédeket szólni, amik másoknak a megerősítésére vannak, másoknak a felépülésére vannak, másoknak a vigasztalására vannak. És nem tud, nem fárad el. Nem fárad bele. Ha évekig kell bátorítani valakit. És tizen akárhány év után jön el egy húsvéti koncertre. Ez éveknek a bátorítása lehet mögötte is. És nem fáradsz el. És ez azért van, nem azért, mert az ember ilyen erős. Vannak testvérek, akinek a bátorításnak az ajándéka van. Ők nem azért ilyenek, mert ők olyan erősek, és nekik semmi bajuk nincs. Hanem a Szentléleknek az ajándéka. És ha Stuttgartról van szó, ugyanaz a szellem. Adja ott is, meg itt is, meg nekem is, meg neked is. És ugyanamiatt, ugyanabból a célból, hogy az embert Isten helyreállítsa, és azzá tegye, akivé Isten tervezte őt. És most lehetne Jézus Krisztusnak a szolgálatát végigvenni, hogy mennyire fontos szerepe volt nem csak a gyógyításoknak, hanem azoknak is, amikor ő prófétai módon szólt, akár a tanítványoknak, akár más embereknek. Hát most csak ha a leghíresebb a Jákob útjánál, annak a samáriai asszonynak. Olvasd el otthon. Mekkora ereje van a prófétai beszédnek, a prófétai szónak. Behozta Isten jelenlétébe azt az asszonyt, azt az asszonyt szolgálatba állította, mert utána kiment, mint a mi Katikánk, és múlva köszivé teszi, hogy él az Úr, és kicsit más, mint ahogy eddig megismertük, vagy ahogy eddig hallottunk róla. Ez az asszony is, a Jákob kutyától, a Samári asszony is elment, és azt mondta, hogy találkoztam a Mesiással. Ő az, akikről a próféták beszéltek. És az egész Samáriát kihozta oda. Egész Samária megmozdult, és kijött oda. Pedig nem akármilyen hely volt Samária. És visszatérve a proféciákhoz és a profétai beszédhez, szükségünk van arra, hogy Szentlélekkel betöltekezzünk, és Szentlélekkel teljesek legyünk. Lukács 1.67-hez lapozzatok. Átmenetben vagyunk a Ószövetségből az Új Szövetségbe. Egy ószövetségi szolgálatban álló személy, Zakariás. Lukács 1.67. Keresztelő Jánosnak az apukája, az édesapja. Azt mondja, így Zakariás az ő atya beteljesedik Szentlélekkel, és prófétált, mondván áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. És felemelt az üdvösség szarvát, nekünk az ő gyermekünk Dávidnak házában.
amint szólott az ő szent profétájának szája által, akik elejétől fogva voltak. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküvésről, amelyen megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nekünk. És megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, a mi életünknek minden napjaiban. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. Ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket, a nap támadott a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig nevekedik, erősödik vala szellemben, és a pusztában volt mindaddig a napig, amelyen megmutatta magát Izraelnek. És egy nagy része Zakariás proféciájának arról szólt, amit Isten megígért. De volt egészen konkrét friss kijelentés, amit a gyermekéről, keresztelő Jánosról mondott. És annyira fantasztikus ez a kettő, és ezt mi is csak úgy tudjuk átélni, hogyha betöltekezünk Szentlélekkel, és bevesszük az Istennek az igéjét, megtanuljuk az Istennek az igéjét. Tudunk forgolódni, tudunk ismerjük, tisztában vagyunk Istennek a kijelentésével, a teljes írással. Nem csak kis részletekkel, hanem az egészet globálisan látott. A 1 Mózes 1-től egészen jelenések végéig. És ezt tudja megeleveníteni. Hasonlóan ahhoz, mint a kánai mennyegzőn. Jézus Krisztus a bort vízből változtatta át. Azt mondta, töltsétek meg a korsókat vízzel. Így kell megtöltsük magunkat, a mi kőedényeinket, a mi szíveinket, a mi lelkünket Isten beszédével. És Isten átváltoztatja a vizet borrá. Ez, ami megvidámítja az embernek a szívét. És nagyon-nagyon szeretném, hogyha betöltekeznétek Szentlélekkel, és a részeseivé lehetnénk Isten szellemének, és részeseivé lehetnénk annak a csodának, amit a profétálásokhoz. Ez még a tisztséggel is együtt járt egyébként, mert azt mondja például a János 11.51, hogy jobb neki meghalni, vagy hogy mondta a főpap, jobb egynek meghalni, mint hogy elveszten az egész nép. És ez is a tisztséggel együtt járt Isten szelleme, Isten szellemével való közösség, még az a főpap, aki halálra adta és halálra méltónak nevezte Jézus Krisztust, még az is tudott profétálni. János 11-ben volt ez, felírtam 51. Ilyen, igen, 50. rész. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. És 51. vers, ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, és jövendőt mondott, vagyis profétált, hogy Jézus meg fog halni a népért. Tehát János felismerte, hogy ez profécia volt. És ez azért volt, mert abban a tisztségben, a főpapi tisztségben együtt járt. És ezért mondta azt Dávid, hogy az Úr felkentje ellen, nem emelhetem fel a kezemet. Tehát a királyi, a papi és a profétai hivatal az Ószövetségben mind olajjal való felkenetés által lett a beiktatásuk. És ezekkel együtt járt Isten szelleme. És nagyon-nagyon sok helyen olvashatunk még az Abcsel 11-ben nézzük meg, a profécia végülis forrását, vagy meghatározását, hogy miből fakad a profétai beszéd, miből fakad a Szent Szellemmel való közösség, így amiket találhatunk, Abcsel 11.27-ben van, amit találtam. Ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába proféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a Szentlélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is lett
a Claudius császár idejében. Tehát, és a tanítványok ebben emiatt fel tudtak készülni. Tehát valóban vannak olyan ajándékok, akik profitai ajándékok, itt Jeruzsálemből mentek Antiókiába, akiknek Isten szelleme kijelent ilyen globális akár eseményeket, vagy akár személyekkel kapcsolatos jövőbeli eseményeket. Mint például Pálnak szintén Agabusék megmondták, hogy Rómába el fogják fogni, meg fogják kötözni, stb. Stb. Illetve Jeruzsálemben meg fogják kötözni, és Rómába viszik egész pontosan, és átadják a császárnak. És Pál nem volt hajlandó ettől még másképp viselkedni, és amit eltervezett a szívében, mert nem volt. Nem volt zsákmány, nem tartott a zsákmánynak a maga életét. És még nem látjuk azt tála egyébként, amit később egy elferdült, és most is lehet látni ezt a mártíromságnak az idealizálását. Tehát azt látok most is, látom most is, hogy most nem csak az iszlámban, de a kereszténységben is volt olyan időszak, amikor a mártírok mártíromságot keresték. Keresztények, keresték testvérek. Mert ez valami olyasmi rangra lett emelve, ami már természetellenes hozzáállást idézett elő bennük. Tehát annyira idealizálva lett. Ebből alakult ki egyébként a szenteknek a kultusza. A következő lépés az már ezeknek a szentesítése, illetve boldoggá avatása, illetve a hozzájuk való imádság volt. Ez volt a következő lépés. Úgyhogy Pál apostol egy kicsit másképp állt hozzá, és az apostoloknál nem látjuk azt, hogy keresték volna szánt szándékkal azt, hogy őket megöljék. Tehát most Pál nem azért nem akarta elkerülni ezt, mert ő kereste a halált, hanem azt mondta, hogy aminek lennie kell, legyen meg, de egyébként is Rómába kell mennem. Úgyhogy ez egybeesik Isten tervével. Tehát a profétálás és a profétai beszéd nagyon-nagyon fontos, és látjuk, hogy az egyházban és Jézus életében is mennyire fontos szerepe volt. És hát, hogy más nem mondjak, Istennek az eredeti szándéka. És most nézzük már meg akkor, hogy honnan származik a profétai hivatal és a profétai beszéd, mint olyan. Nem tudom, hogy jót írtam-e föl, vagy az 5 Mózes, vagy a 2 Mózes. Nézzük meg előbb a 2 Mózesnél. Az Exodus és a törvényadás előtt látjuk azt, hogy Isten, igen, a 2 Mózesben az a Jetró tanácsára 70 vén összehívása van, illetve a 20. részben, 2 Mózes 20-ban van a 10 parancsolat. És azt mondja, hogy 2 Mózes 15. Akartam meg is mondani. Akkor lehet, hogy mégis csak a 5 Mózes 18. Igen, a profétát támaszt neked az Úr, olyat, mint én, azt hallgassátok. Ez volt a másik, amit akartam mondani. A profétát támaszt neked az Úr. Köszönöm. Tehát az előzménye az, hogy egyrészt beszél a nemzetek, a pogányoknak a gyakorlatáról, a halott idézésről és a jövendő mondásról, és azt mondja, azzal együtt, hogy megtiltja ezt a 10. versben, hogy ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbályos, se ördögősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Ezek mind olyan tevékenységek,
amik a szellemvilággal való kapcsolatból származó kijelentéseket adnak át, akár a jelenről, akár a jövőről, személyekről, különböző dolgokról. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előtted. Ha ilyenekkel volt egyébként kapcsolatod, vagy ilyeneket csináltál, akkor ezt meg kell bánni, és az Úr megtisztít ezektől, és megszakad ezeknek a hatalma, hatása az életünk fölött, mert ezek okkult praktikák. Ezek olyan okkult tevékenységek, amik nem Istennel vannak kapcsolatosak, mert akármilyen fehér mágiának nevezett, úgymond jó célokra használt okkult tevékenység sem elfogadható Isten szemében, hanem azt mondja, hogy tökéletes légy, 13. vers, tökéletes légy az Úrral, te Isteneddel, mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmódokra hallgatnak, de te neked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. És a 15. vers, prófétát támaszt neked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül olyat, mint én, azt hallgassátok. Mindaz szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, a gyülekezésnek napján, mondván, ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak. Az Úr pedig mondta nekem, jól mondták, amit mondtak, prófétát támasztok nekik az atyuk fiai közül, olyat, mint te. És az én igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki, és ha valaki nem hallgat az én igényemre, melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon, de az a profita, aki olyat mer szólni az én nevemben, amit én nem parancsolok, nem parancsoltam neki szólni, és aki idegen Istenek nevében szól, halljon meg az a profita. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr, ha a profita az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be az a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a proféta, ne félj attól. Sajnos sok visszaélés is van, és volt és van az egyházban, a karizmatikus egyházban is ezzel a hivatallal kapcsolatban, és van, akik kinevezik magukat ilyen mindenféle profétáknak, és fenntartják azt a jogot maguknak, hogy az Úr szavával szóljanak, és ilyen megfélemlítő módon, meg egyebek. És fent, tehát kérik maguknak ezt a jogot, hogy engedelmeskedj nekik. Az érdekes, hogy azt a részét nem kérik maguknak, hogyha nem teljesedik be, akkor meg lehessen őket kövezni. Tehát ha azt a jogot fenntartom magamnak, hogy Isten profétájának nevezzem magamat, és feltétel nélkül való engedelmességet követeljek másoktól, akkor azt a felelősséget is föl kell vállaljam, ami ezzel jár. Hogyha nem Isten szava által szóló, akkor engedjék meg, hogy meghalljak, megöljenek. Hát ez most a demokráciában nem olyan egyszerű, mint Izraelben volt, mert Izraelben hamar elintézték. Törvény szerint. Ugyanis ez volt az alaptörvény. Az alkotmány. Tehát az izraeli alkotmányból olvastam most. Vagyis igencsak meggondolta az a személy, aki azt merte mondani, hogy azt mondja az Úr. Az Új Szövetségben azért egy kicsit puhult ez a helyzet, tehát nem feltétlenül Isten nevében kell ezeket a dolgokat megfogalmazni, és azokat az ismérveket ismerve, látva, tudva, amiket a prófétaság és a prófétaságnak a szellem és a prófétalás tartalmaz, és olvassuk is el, amely itt tartunk az 1 Korintus 14-et. Ezek alapján azért túl nagy kockázata nincs annak, hogy ezt az ajándékot használjuk. Mondom, az elhívással, mint profétaság elhívással kicsit más a helyzet. Ma is vannak proféták, és Magyarországon is több ilyen alkalom van, ahol hivatalosabb vagyunk mi is. Ezt a Sharon Stone nagyon hirdetik most a Tatopi körben, akit Isten használ így Magyarország felé. De
amiről én szeretnék beszélni, az az, hogy egymás felé hogyan profétáljunk. 1 Korintus 14. Azt mondja, aki embereknek beszél, aki profétál, 3. vers, 14.3. Aki profétál, embereknek beszél épülésére, intésére és vigasztalására. 5. vers, szeretném, hogyha minnyáján szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. 4. vers is arról beszél, hogy aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Tehát a gyülekezet építésének nagyon-nagyon fontos szegmense a profétálás, és ez lehet a dicséreten keresztül megvalósulva, lehet az igehirdetésen keresztül megvalósulva, és lehet az egymásért való imában megvalósulva, de a egymásra való közösségben, amikor egymásnak bátorítást szólunk, vigasztalunk, helyreigazítunk, ez is a profétaság, profétálásnak a formája és a megnyilvánulása. És ezért szeretnék Pál, mert ezeket az eredményeket, ezeket a célokat nem lehet másképp elérni. És ez az Úr szolgájának is, Jézus Krisztusnak is ez volt az, ahogy ő cselekedett, és ahogy Isten tervét beteljesítette itt a Földön, az életünkben. És hát vannak hamis, most lehetne sorolni a hamis profétaságnak az igéit, és hát az az érdekes, hogy az apostolok nem voltak derülátóak azzal kapcsolatban, hogy az egyház, ahogy telik az idő, úgy ez zajándék, ez ki fog gondolkozni, vagy fel fog emelkedni, vagy tekintélyre fog jutni, és meghatározó lesz, inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy ezzel az ajándékkal nagyon sokan vissza fognak élni, és nagyon sokan hamis tanításokat hoznak be, nagyon sokan félrevezetnek embereket. Úgyhogy nem csoda, hogyha nagyon sokaknak ez egy nagyon kényes terület, és nagyon sok gyülekezet egyébként egy-egybe elzárkózik ezektől az ajándékoktól. Viszont, ahogy szoktam mondani, a magyar közmondás, nem lehet kiönteni a gyereket a fürdővízzel együtt. És ezért azt mondja Pál, hogy a szellemet meg ne oltsátok. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy egy gyülekezet föl tudjon épülni Isten terve szerint, hogyha mellőzünk, vagy tiltakozunk, vagy leállítjuk ezeket az ajándékokat. Úgyhogy azt szeretnénk, hogy az igé ismeretemvel együtt, és abból kiindulva, az igének az ismeretéből kiindulva, betöltekezve Szentlélekkel, fölbátorodnál arra, hogy Isten használja ezt az ajándékot, ami benned van. Még olyan is lehet, hogy proféta van közöttünk, és nem tudjuk, de Isten szeretne használni. Van olyan, most hallottam egy olyan csapatot, akik úgy evangelizálnak, Józsi mesélte, hogy elmennek egy adott helyre, 4-5-en vannak, nem tudom hányan vannak, elmennek egy adott helyre, imádkoznak azért a helyért, és kapnak Istentől kijelentéseket, hogy kihez menjenek oda, mit mondjanak neki, és hát név szerint a legkülönbözőbb személyes adatokkal és Isten szavával, csak azért, hogy ne legyen félre értés. Tehát nagyon konkrét dolgokkal mennek oda emberekhez, és általában úgy, ahogy itt a 14. részben, a 1 Korintus 14-ben olvassuk később, hogy mindenek megfelelnek. Tehát, hogy az Isten szelleme által kimondott szavak és információk olyan hatással vannak ezekre az emberekre, hogy utána megtérnek azok, akiknek a profétálnak, és belülünk indul el egy munka. Tehát ezért vittek egyébként Pál apostolék is, és voltak ott Antiókiában apostolok, vagy proféták az apostolokkal együtt, akkor, amikor Pálék kiküldettek. Mert vették a kijelentést Isten szellemétől. És nem csak apostoli ajándék volt ott, és nem csak tanítói ajándék volt ott, mint mondjuk olvasok, hogy voltak ott, már nem jut eszembe a nevük, de proféták és tanítók is voltak, és
apostoli szolgálatba állítottak be testvéreket és embereket. Tehát én azt látom, hogy ezek nélkülözhetetlenek, ezek kihagyhatatlanok ahhoz, hogy elérjük azt, hogy Isten közöttünk olyan erővel legyen, ami tényleg eredményre visz. Hogy emberek megszabaduljanak, meggyógyuljanak, felépüljenek, és ez a gyülekezet úgy legyen vezetve Isten szelleme által, hogy olyan dolgokat tudjunk megtenni, amiket csak Isten természet fölötti ereje tudja megtenni. És a 4 Mózes 11.25, a néhány igét az arról még, hogy a célját megnézzük. A Ószövetségben az eredendően ezt a célt úgy fogalmazza meg Mózes könyvben, 4 Mózes 11.25. Tudjátok, Isten arra vágyott, hogy a teljes nép királyi papság legyen, papok királyság legyen. És 4 Mózes 11.25 azt mondja, akkor leszállt az Úr felhőben, szólt nekik, és elszakasztott abból a szellemből, amely volt ő benne, mármint Mózesben, és adta a 70 férfiúba, mihely pedig megnyugovék rajtuk a szellem, menten profétáltak, de nem többé. Két férfiú azonban elmaradt a táborban, egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott a szellem, a ruach, héberül, mert azok is az összeirattak közül valók, de nem mentek el a sátorhoz, és mégis profétáltak a táborban. Elfutamodik azért egy ifjú, és megjelentette Mózesnek, és mondta, Eldád és Médád profétálnak a táborban, akkor felelt Józsué, a Nun fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és mondta, Uram, Mózes, tiltsd meg őket! Tiltsd meg őket! És felelt Mózes neki, avagy éretten buzgolkodol, vaj, ha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az ő szellemét ő beléjük. Ezután visszatért Mózes a táborba, ő és Izrael vénei. És stb. Stb. Tehát Istennek eredendően mi volt a célja és mi volt a vágya? Hogy minden, az Úrnak minden népe proféta legyen. Ez nem egy új szövetségi találmánya Istennek, hogy profétáljunk, és hogy Isten szelleme által szolgáljunk, hanem eredendően ez volt. Csak a nép elutasította azt is, hogy papok legyenek, és papok királysága legyen. Azt mondta, hogy ott van a Mózes, ő hozzá szólj, szóljon ő te hozzád, mert akkora félelmetes volt a törvényadás, hogy megrettentek. Ezt kerestem egyébként, ezt az igét a 2 Mózesben, de ez itt van a 4 Mózesben. Tehát megrettentek a törvényadás előtt, egyébként ez a pünkösdnek az előképe, és ugyanazon a napon van a törvényadás, mint mikor a pünkösd napját ünnepeljük. Ugyanis ez az Isten szellemével való betöltekezésnek lett volna a napja. De ott a nép elutasította ezt, és azt mondta, hogy ne szóljon hozzánk ez az Isten, mert végünk van. Meghalunk. Jaj nekünk. Úgy csináljuk, hogy te hozzád szóljon az Isten, és utána te meg mondd el nekünk, hogy mit mondott. Így is lett. És így is lett. De azt mondta, és itt ezen keresztül ő volt a proféta egyébként Mózes, de megígérte neki Isten az előző igében, hogy profétát támaszt neked az Úr, ez a messiásban fog beteljesedni, de Istennek az eredeti célját nem mondott le arról, hogy eredetileg minden, az egész nép proféta legyen. Te is, én is profétáljunk. Te is, és én is királyi papság, szent nemzet vagyunk. Ha által mentünk a sötétségből a világosságra, ha újjászülettünk, akkor a következő lépés, hogy be kell töltekezünk Szentlélekkel. Ha betöltekezünk Szentlélekkel, akkor a próbákban meg kell erősödjünk, és meg kell tanuljuk azt, ahogy Sámuel. Mit olvastunk ott az Ézsaiás könyvében? Hogy mert felserkenti a fülemet, hogy halljak és hallgassak, miként a tanítványok. A profétálásnak az előzménye a hallgatás. És hogy megtanítson bennünket
meghallani Isten az ő szavát, és hogy utána ezt tudjuk szólni. És ebben fogjuk gyakorolni magunkat, és szeretnék majd ilyen alkalmakat is néhány tanítás után, miután eljutunk arra, hogy végül is körülbelül miről szól ez az egész, szeretném, ha ezt gyakorolnánk is. Házi csoportban, és az Isten tiszteleten is. És hogy leomlana minden olyan gátlás és félelem benned, ami van ezzel kapcsolatosan, hogy téged nem tud használni az Úr. Ráhelt elmentünk Ráhellel, mikor szolgáltunk Budapesten, és miután imádkozott érte egyik testvérünk, a Levente, azután azt kérte, hogy utána jöttek többen még imáért, és azt kérte, hogy most nem ő fog imádkozni, hanem Ráhel imádkozzon azért a személyért. És mondjon dolgokat, ami eszébe jut. És olyanokat mondott annak a hölgynek, hát egy középkorú cigányasszony volt, elkezdett sírni. Tehát Isten használta úgy, hogy azt se tudta, hogy mi az. Azért, mert nem te szólsz. Nem te szólsz. Ez ugyanolyan bizalmi kérdés, mint a nyelveken szólás. És Isten ezt szeretné, hogy az agyunkat néha dobjuk el. Tehát vannak helyzetek, amikor nem támaszkodhatsz a saját értelmedre. És például a nyelveken szólás ilyen. Egy bizalmi hit cselekedet, hogy amit mondok, az Isten szelleme mondja a nyelvemen keresztül. Nem tudom megmagyarázni, és ez nem is blabla, hanem Isten szelleme bennem van, ebben hiszek, és szól. De amíg a nyelveken szólás magunkat építi, te önmagadat építed vele, már a megmagyarázással, már a gyülekezetet építi, mert az már egyenértékű a profétálással. Mert a Szentlélek szól olyan dolgokat, amiket Isten szól a gyülekezetnek. Úgyhogy lehetne még folytatni, de ez a célja, és ha 1 Korintus 14-et végigolvassátok, akkor az épülés, az intés, a vigasztalás, a bátorítás, és mind ezek benne vannak. Hát, és ugye nagy rész hölgyek vannak itt, de szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem csak férfi proféták vannak. Az Ószövetségben két hölgy profétáról is olvasunk. Az egyik az Debóra, a másik kicsoda. Nem. Anna az Új Szövetségben van. Miriam. Nővére volt Mózesnek, és profétanőnek nevezi a 2 Mózes 15-20-ban Miriamot. És a Bírák 4-4-ben pedig Debórát. És a Lukács 2.36-ban pedig Annát, aki ráadásul már 94 éves volt. És még mindig profétált. És nehéz élete volt. Nem könnyű. 80 éve volt özvegy, vagy valami ilyesmi róla az ige. Tehát ezeket nem néztem meg, de ami a lényeg, hogy bátorodjatok, hölgyek. Mert Isten használja a hölgyeket is erre, és nem kell félni a megcsaltatástól, mert hogyha ez tekintély alatt és a gyülekezettel való közösségben gyakoroljátok, akkor nem fogtok elszállni, és nem fogtok csalódni, és nem fogtok rosszul járni, hanem tudjátok, mi történik? Aki más felüdít, az maga is felüdül. Amikor meglátod azt, hogy mit okoz a te beszéded a másikba, akinek profétálsz, és a célom és a célja Istennek az, hogy miután ezt megtapasztaltuk a gyülekezetben, ezután ez olyan bátorságra tegyetek szert, hogy ezt a világban is tudjátok használni. Magyarul nem csak azt kell megkérdezni attól a valakitől, akihez oda vezet, aki találkozol, hogy ülsz a rendelőbe, vagy a buszmegállóval, és elegyedtek, nem csak azt kell megkérdezni tőled, hogy hú, hát ezek komoly dolgok, imádkozhatok érted? Hanem amikor imádkozol érte, akkor profétálni is tudsz neki. És hidd el, hogy ugyanaz az eredménye lesz, mint a Jákó útjánál a Samáriai asszonynak az életében.
És Uram, köszönjük Te neked, hogy erre hívtál el bennünket, és nem csak imádókat keresel, hanem olyanokat is keresel, akik tálva vannak a Te beszédeiddel, akik szeretik a Te beszédeidet, és bölcsességet tudnak szólni, és tudnak igaztalást szólni, és aranyalma az ezüstálcán, amit, és azt mondtad, hogy a bölcseknek az ajka, az ajkában élet van. A bölcseknek a nyelvében élet van. És a nyelvnek a hatalmában adtad, Uram, az életet és a halált. És köszönjük Te neked, hogy mi az életet választhatjuk. Mert nagyon sok embernek a szája és a nyelve olyan, mint a tör, ami megöl. Sőt, olyan a szája, azt mondja Pál apostol, hogy olyan, mint a kripta, mint a sír. Hogy ha valaki belekerül a szájába, akit a szájára vesz, az megemészti, mint ott a sírban, a föld alatt, a kupacok, az embernek a testét. És köszönjük Te neked, hogy Te megtisztítottál bennünket, és átvittél a sötétségből a világosságra. És köszönjük Te neked, hogy az életnek a szellemével töltöttél be bennünket, és tudunk szólni profitai igéket az ördögnek, amikor kísért és támad bennünket, és le tudjuk győzni őt azzal a szóval, amit adsz a szánkba, és köszönjük, hogy ezzel a profitai beszéddel győzted le Te is a kísértéskor, a pusztában, a sátánt. És köszönjük, hogy ilyen igéket adsz a szánkba, a Szentlélek, nekünk is, hogy szabadulást hirdessünk a foglyoknak, hogy gyógyulást hirdessünk a betegeknek, hogy a megtört szívűeknek, és köszönjük Te neked, hogy szólsz és vonod magadhoz ezen keresztül az embereket, hogy mindenek megfedessenek, itt a gyülekezetben is, és kint, bárhol járunk és kelünk, és hálát adunk neked, hogy Te jössz, Szentlélek, és Te vágysz a legjobban arra, hogy oda szálljuk a tagjainkat, az igazságnak a fegyverejül, mint okos Isten tiszteletet. És köszönjük, hogy betöltöd a tagjainkat. Akarunk a Te templomod lenni. Akarjuk, hogy használj bennünket. Akarjuk, hogy megdicsőjön a Te neved az életünkben. Akarjuk, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, Uram. És köszönjük, hogy benned maradhatunk, és Te vagy a szülőtő, és mi sok gyümölcsöt fogunk teremni a Te dicsőségedre. És legyen áldott a Te neved, Uram, ezekért az igékért. És köszönjük Te neked, hogy nem csak Te voltál az Atyának a szolgája, hanem mi is lehetünk a Te szolgád. És gyönyörködsz bennünk. Azt mondja az Úr, hogy Te is az ő szerelmes gyermeke vagy, és gyönyörködik benned. Amikor engedelmeskedsz és vele együtt jársz, akkor gyönyörködik, mint a szülő, amikor gyönyörködik a gyermekével. Köszönjük Te neked, hogy engedelmeskedhetünk neked, és engedelmes szolgái lehetünk. És amikor nem kellett, akkor nem nyitottad meg a szádat, de amikor kellett, akkor megnyitottad a szádat, és arra nyitottad meg, amit az Úr akart szólni a nyelvenek keresztül. Köszönjük Te neked, Atyán. Legyen áldott a Te neved. Amen. Egyébként Jézus Krisztusot bevitték a templomba, volt ott egy férfi, meg egy nő. Egyenes. Lehet, hogy férfiak még talán több bátorítást igényelnek, mint a hölgyek. Az imában, a profétálásban. Nem. Egy állásképpen, hogy a Simeonnak Isten a Szent Szellem által kijelentette, hogy menjen el a templomba. Először azt mondja, hogy addig nem lát halált, meg nem látja a Messiást, mert ő várta. Másik pedig, hogy menjen el a templomba. És szellem indításából ment be a templomba, és odaállt és elmondta a kijelentéseket. József pedig és az anyja csodálkoztak azokon, amiket ő felőle mondott. Ez Simeon volt, ilyen proféta is, csak hogy Annával kapcsolatban. Anna proféta asszony volt, úgy is van megírva róla. Simeonon is, csak hogy ő egy profétikus egyéniség volt. Igen, de hivatalosan is az volt. Anna proféta asszony volt. És abban a hivatalban, templomba szolgált bőjtölt imádkozásokkal éjjel és nappal. És azért tudta ezt megtenni, mert sok időt élt, miután az ő szüzességétől fogva 7 évig élt fél éve. És ekkor mintegy 84 esztendős volt. Ja, nem 94. 84 esztendős volt. És ha 84 volt, és 7 évet élt a fél évvel, akkor azt mondja, hogy több mint 60 év körül érzettsége töltötte be ezt az tisztségét. 20 éves korától, biztos már 21 néhánytól. És ő is odállt, és hálát adott az Úrnak, és szólt ő felőle mindeneknek. Odaállt is ő is. Ugye akkor Jézusnak a szülei abszolút meg voltak árva ott a templomban, ott a gyülibe. Meg voltak erősítve. Amit ott kaptak. Szeretetben.
Így van. Amit ott kaptak, mint szülők, az elhívásukban, amit ott szülők elmentek, gondolták, hogy törvényszerűen most megtörténik körülmetélésben, aminek kell, a liturgia. És amit ott kaptak, azért akár csak csodálkozni tudtak. És egy Simon és egy Anna. És ez a Gyuri szerepe. Ha eljöttél, és itt vagy, és eljössz. Oké. Befejezzük dicsőítésekkel, és adakozunk még, amit ma elkészítettél, elhozott adományokat. Fantasztikus dolog, ugye most foglalkozunk az épület kérdésével is, mert lejárnak a szerződéseink az éven az önkormányzattal. Vagy elmondjuk, csak most nem volt ezen a, nem készültem, úgy elfejtettem, hogy ezen a legutóbbi közös házi csoporton elmondjuk, azért meg Szabi beteg volt. De egy összeget már félretettünk, hogyha kapunk valamit, vagy ha lesz valami, vagy akárhogy is lesz, kifejezzük az Úrnak, hogy mi készülünk. És ennek bizonyosan gyűleg az áldott, nem majd el fogjuk mondani. És köszönjük az adományokat, és ma is, ha elhoztál valamit, legyél te is áldott. Legyél te is áldott. Amen. Hálát adunk, Uram, minden igédet, és valóban adunom, hogy tényleg jövő héten is bátorsággal tudjuk, amit szívünkbe helyezel mondani emberek felé. Vagy ha fel kell, hogy hívjuk őket, imádkozom, hogy felmerjük hívni egymást. Vagy ha elküldesz valóvá, ne féljünk. Ha meglátunk valakit az áruházban, akkor ne kerüljük ki. Menjünk oda. Imádkozunk ezért. Meg tudjuk kérdezni Isten szeretetével, hogy hogy van. Mi történt veled az elmúlt hetekben, években? Uram, adjál ilyen lehetőségeket, és legyen ez jövő héten egy élmény. Kérjük téged azért, hogy ez egy ilyen piaci szolgálat legyen. Piaci. Plázai. Tereken, utcákon. A bölcsesség azon megél, hogy kiállt. A kapukon. Imádkozunk, Uram, hogy ez a szolgálat, amiben benne van az egyház, és ez a gyülekezet is. Ez ne itt folyjon csak, hanem ott folyjon a piacokon, az utcákon, a plázákban, a tereken, a buszmegállókban. Hogy Jézus Krisztus széjjel jártál, ahogy olvastuk. Széjjel jártál. Minden utainkban legyünk, Uram, jövő héten áldottak. Csak itt vagy ma, hidd el, Isten fog téged vezetni. Fog embereket mutatni neked. Fogsz kapni kijelentést. Fogsz kapni a szívedbe embereket. Fogsz kapni módokat, hogy felhívd, vagy elmenjél, vagy megkeresd, vagy írjál neki. Fogsz találkozni emberekkel is. Uram, add, hogy el ne felejtsük, hogy ezek nem lesznek véletlenek. Mert egy szó sem támad ilyenkor. Saját magyarázatból. Hiszük, Uram, és tényleg valóban legyenek ezek csodálatos pillanatok a Jézus Krisztus nevében. Ilyen egyszerűen szeretnénk ezt megélni, de tudjuk, hogy olyan egyszerű módon, hogy a bárány eljött ebbe a világba, amilyen alázattal ott volt, köszönjük, hogy ellette a világnak a bűneit. Így, Jézus Krisztus, köszönjük a te egyszerűségedet. Csak akarunk tőle tanulni, és így akarunk járni. Az Úr Jézus nevében, mint bárányok. És legyetek kiküldve a jövő héten, mint bárányok a farkasok közé, és ne féljetek. Mert nagyobb az, aki bennünk van. És Isten ő igaz és igazságos. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Uram, hogy jöjjön a szív mélyében. Yeah.
Sok szeretettel köszöntjük! És elmondjuk, hogy itt egy megtérő imád. Te már korábban döntöttél? Oké. Úr Jézus Krisztus! Úr Jézus Krisztus! Ma köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy itt lehettem. Hiszem, hogy te szólsz. Hiszem, hogy te szólsz. Hívsz. Hívsz. Nem vagy magamra. Nem vagy magamra. Köszönöm, hogy megőriztél engem. Köszönöm, hogy megőriztél engem. És ma eldöntöm. És ma eldöntöm. Hogy hozzád fordulok. Hozzád fordulok. Teljes szívemmel. Teljes szívemmel. Teljes lelkemmel. Teljes lelkemmel. Téged akarok szolgálni. Téged akarok szolgálni. És használj engem. És használj engem. Mint a te gyermekedet. Amen. Megáldunk téged a Jézus Krisztus nevében, hogy Isten elhívása van a te életedben. Be tudjál ebbe állni. Az ő erejével, az ő szeretetével tudjál szolgálni. Legyél Isten Jézus Krisztus testének a tagja. Legyél hatékony része az ő terveinek. Töltse be az Úr minden szükségedet, őrizze meg minden lépésedet. Járjon át, szóljon hozzád álmodban, szóljon hozzád ma éjszakban, szóljon hozzád a holnapi reggel, elevenítse meg a tagjaidat, töltse be téged örömmel, és töltse be téged Szent Szellemmel, és minden próbában a Szent Szellem erejével. Uram, a te véleddel mosd meg, tisztítsd meg, építsd fel, és járd át, és köszönjük az ő életét, megáldjuk őt. Legyen ő fény és világosság, legyen ő zsengélye ennek a gyülekezetnek, az ő korát tekintve is, az Úr Jézus nevében. Használd őt, Uram, ezek a napokban, emeld fel Jézus Krisztus nevében az ő életét. Amen. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram. Örülnek velünk. Szuper! Akkor legyen tovább. Tiéd az első hely, országot jöjjön el, értékes életünk, nem tesznek együtt el. Hozd elő a foglyokat, úgyis nekünk bajban van, letesszük az életünk.
sötétség tűnjön el. Hatalmas kezeddel gyógyítsd meg földünket, tüzelkedjezzel, mivel érezzel. Te lesz úrékkör, uralkod közöttük ez az áldjon meg.